pici paradoxnak érzem, amikor dr. Bakó Krisztinával leülök beszélgetni, hogy a vállalt szakpolitikai témái között olvasom hangsúlyosan a nőpolitikát, miközben ő a 10 képviselő jelölt közül a Budaörs Fejlődésért Egyesület jelöltjei közül az egyetlen nő. Hogy alakult így? A nők politikai szerepvállalása és a téma, illetve a nők politikai szerepvállalásának az elősegítése az nekem szívügyem. Nem csak azért, mert magam is nő vagyok, illetve elsősorban azért, mert nőként kezdtem el komolyan politizálni és politikával foglalkozni, hanem azért is, mert egyébként minden más területen is, amerre az életem során megfordultam, ezek hangsúlyozottan olyan területek, ahol rendszeresen azzal szembesül. Egyébként minden nő, aki ilyen pályára adja a fejét, akár politikában, akár az üzleti szférában, létezik egy üvegplafon, amin túl nem tudunk menni, illetve hogy vannak hagyományosan férfi domináns életterületek vagy tevékenységterületek, ahol egyszerűen nőként érvényesülni hatványozottan nehéz, és azok a nők, akik egyébként minden szempontból alkalmasak, minden szempontból a lehető legjobb választás lenne egy adott pozícióra, nem fognak eljutni, vagy nem tudnak eljutni oda, aminek számos oka van. Erre találtak ki a női kvótát, mondjuk a politikában. Igen, igen. A kvótavita az meg megint egy egészen más, és szintén nagyon messzire vezető téma. Én a magam részéről egyébként soha nem voltam se dísznő, se kvótanő, és erre nagyon büszke vagyok. Ugyanakkor ennek ellenére mégis kvótapártinak vallom magam, nagyon sok okból. Úgy vélem, és a tapasztalataim is azt bizonyítják, amelyeket egyébként a korábbi politikusok képzésében való részvételem kapcsán, mert ugye ebben elég sokat dolgoztam, nőknek segítettünk, illetve nő politikusoknak abban, hogy a meglévő képességeiket képesek legyenek kamatoztatni ezen a pályán. Mindig azt tapasztaltam, hogy a kvótával kapcsolatban ez a szokásos, klasszikus, standard válaszok jönnek, hogy de minek a kvóta, ha a nő alkalmas, úgyis ki tudja magának harcolni, ne a kvóta miatt kerüljön oda valaki, ahová kerül, ne azért legyen ott, mert képességei, nő. Tehetsége, a képes, mint hogyha a férfi politikusok olyan roppant tehetségesek lennének. Hát igen, ez a másik kérdésem, tehát hogy akkor a férfiak közül is lehetőleg csak az alkalmasak kerüljenek oda, kérem szépen. De hát, ha ezt meg lehetne oldani, akkor nem volna szükség egyébként erre az egész vitára. Környezetvédelem a másik hangsúlyos területe. Mi 13 éve lakunk Budaörsnek ezen a pontján, ahol most élek, ami egyébként ebben az egyes számú választókerületben van. Itt a ház, amit felépítettünk, az minden szempontból ezen elvek szerint készült el. Már akkor is nagyon odafigyeltünk erre. Olyan építőanyagot használtunk, ami azóta már nem is hozzáférhető Magyarországon, olyan kevesen vásárolták, nem volt rá igény. Zöldtető borítja a házat, ezért nincsen szükségünk klímaberendezés, ami megint egyrészt költségcsökkentő, másrészt nem szennyezi a környezetet, mi nem szennyezünk. A természet megoldja csodálatosan azt, hogy a legnagyobb kánikulában sincsen arra szükségünk, hogy klímát kapcsoljunk be. Ráadásul napkollektort is használunk, tehát nagyon olyan rendszert építettünk már akkor is saját magunk és a családunk számára, ami hosszú távon egy kedvezőbb energiafelhasználást tesz lehetővé. Budaörsön mi a helyzet? Tehát egy olyan településen, mint Budaörs, egy ekkora településen, ilyen lélekszámú településen, a pillanatnyi vezetés, Vitnikoff Tamás polgármesterre gondolok, akinek a csapatát önök is erősítik, nagyobb prioritáshoz jutna a környezetvédelem, a zöld politika, amennyiben önök kerülnek többségbe a testületben? Én nagyon hálás vagyok két dologért is. Az egyik az az, hogy már több generációs budaörsiként ennek a településnek láthattam a fejlődésének szinte minden fázisát. Emlékszem arra, amikor kicsi gyerekként még nem volt csatorna, amikor a Kötő utcában volt a buszvégállomás, és amikor még az én nagymamám, akinek a telke helyén ez a komplexum is áll, a sarokról, a közkútról vitte a vizet. Ehhez képest az a töretlen fejlődés, ami a korszerű városüzemeltetés irányába megy el, az infrastruktúrális fejlődés az egy olyan környezetet teremtett a számunkra, amire szintén nagyon nagy örömömre szolgál, hogy mindig is fókuszban volt a zöld, illetve a fenntartható működtetés. Én emlékszem rá, hogy itt már régen volt szelektív hulladékgyűjtés, megszervezve az én gyerekeimet az óvodában is arra nevelték, az első, országosan talán az első zöld óvoda volt a Kamaraegri óvoda, ahol az én gyerekeim is jártak. Itt azt hiszem, hogy ez a szemlélet, ez most is képviselve van. A napelem projekt is most is zajlik. Nagyobb közintézmények napelemes
fenntartható módon való árammal való ellátásnak a támogatása az most is zajló projekt, és ez természetesen folytatódni fog abban az esetben, hogyha a választók bizalmat szavaznak Wittinghoff Tamásnak, és nekünk is, akik az ő csapatát erősítjük. Az, hogy a város közintézményeit napelemekkel lássák el, mondjuk itt leragadva ennél a dolognál, Az teljesen rendjén való, de hogyha én mondjuk budaörsi lakosként szeretnék a tetőmre napelemeket szeretetni, mert energiahatékonyan szeretném a fűtésemet megoldani, akkor erre van-e mód, hogy támogatást kapjak a városvezetéstől, az önkormányzattól? Mert sokan átállnának alternatív energiákra, csak hát a beruházás tekintve ez elég drága mulatság. Ami majd megtérül valamikor, de azt kilátja. Elég gyorsan megtérül az alternatív energiaforrások felhasználása. Saját példámat tudom erre hozni. Mi körülbelül 3 éve telepítettünk napkollektort, ez nem napelem, hanem vízmelegítésbe rásegítő rendszer. Ezt miután átalánydíjat fizettek, például az én rezsimet is, hogy mondjam, csökkenti a jelenlegi kormány, de annyival nem, hogy megéreztem volna. Ellenben a napelem, vagy a napkollektor felszerelését ezt 1 év múlva, miután az általányos elszámolásnál, az éves elszámolásnál megkaptuk a csekket, határozottan több tízezres nagyságrendű költségcsökkenést tudtunk elérni. Az, hogy egy napkollektort például, vagy egy napelemet milyen könnyen és gyorsan lehet egy lakóingatlanra felszerelni, ez nyilván függ egyrészt attól, hogy az illető tulajdonos be tud erre ruházni, vagy nem. Egyébként olyan mértékben már nem drága, mint mondjuk 5 vagy 8 évvel ezelőtt. Viszont az a támogatási rendszer, ami Nyugat-Európában körülbelül 1,5-2 év alatt lehetővé tette, hogy mondjuk az Európai Unió legnagyobb országai, például Németország, mint hogyha eső esett volna, úgy szaporodtak el a napkollektorok és a napelemek mindenütt, amerre az ember jár, az utolsó utáni pajta tetején is látunk napkollektort és napelemet is. Ez a fajta támogatási rendszer Magyarországon sajnos nincs. Ennek makrogazdasági okai vannak, nem a lehetőség hiányzik hozzá, hanem az energialobbi éri el azt, hogy ne így vásároljunk, és ne tudjuk meg, de ne tudjunk teljesen függetlenné válni, ha nem is teljesen, de részben függetlenné válni attól a rezsitől, vagy attól a szolgáltatótól, amely egyébként állami monopólium, és amit megint az államkasszába termel. Budaörs nagyon szerencsés helyzetben van, nagyon sok okból, de például abból a szempontból is, hogy az itt élő és dolgozó politikában, vagy a városvezetésben résztvevők, illetve helyben megtalálható működő pártok és szavazóbázissal rendelkező pártok felismerték, hogy a pártpolitika nem feltétlenül segíti azt, hogy a város érdekei érvényre juthassanak. Nagyon sok település van ma Magyarországon, ahol ez a megegyezés, ez a bölcsesség nem tudott egy olyan indulási pozíciót elérni ezeknek a pártoknak, és amit látunk az elmúlt 1 év során, ez sem támasztja alá azt, hogy ez könnyen megvalósítható volna. Ugyanakkor egy testületi, önkormányzati munka az nem pártpolitika. Egy csatornázás, egy napelemprojekt az nem pártpolitikai ügy. A pártpolitika beszivárgása a testületi munkába az inkább többet akadályoz, mint segít. Ezért mi, akik a Budaörs Fejlődésért Egyesület színeiben vállaltuk, hogy indulunk, félretettük a pártpolitikai kötődéseinket. Van, akinek egyáltalán nem is volt, tehát vannak köztünk teljesen civil hátterű emberek is, akik tényleg csak és kizárólag a város iránti elkötelezettségből szálltak be ebbe és indulnak el a megmérettetésen, illetve vannak olyanok is közöttünk, akiknek van látható, nekem is van látható párthoz kötődő múltam, ami jelen esetben nem számít, mert ebben a helyzetben egyrészt azért is, mert az országos politikától én elléptem már, másrészt azért, mert nem a pártpolitika motivál. Ha létezik olyan hely ebben az országban, ahol a cselekvéssel valódi eredményeket el lehet érni, ahol a cselekvésnek értelme van, ahol ha a kertemet gondozom, hogy gyümölcs is teremhet, akkor Budaörs ilyen, és ezért érdemes újra és újra elkezdeni, és újra megcsinálni. A társadalmi, közösségi, vagy politikai, vagy testületi munkában mindig nagyon sok konfliktus van.
nekem tényleg megvan az az előnyöm, ha már így a nőiség szóba került, hogy nő vagyok, és egy picit másképp állok ehhez hozzá. Nagyon sokszor láttam ezekben az igen kemény időszakban is, hogy rengeteg konfliktus és rengeteg probléma sokkal könnyebben megoldható lenne, hogyha nem érezné úgy számos politikus férfi, hogy győznie kell az adott vitában, és olykor elfeledkeznek arról, hogy tulajdonképpen min is vitatkoznak. Tehát egyrészt létezik egy olyan öntudatlan tulajdonképpen hozzáállás, vagy egy habitus, ami általában a nőket többnyire jellemzi. Szeretném kihangsúlyozni, hogy többnyire, mert azért természetesen nem minden nő ilyen. Hogy megpróbálunk megoldást találni egy problémára, nem legyőzni szeretnénk az ellenfelet, hanem megoldani azt a helyzetet. Ilyenkor az ember képes, én képes vagyok kicsit hátralépni. És hogy ez nem csak levegőben elhangzó, elszálló szó, ez gondolom, hogy jó bizonyíték arra, hogy 20 éve vagyok férnél, és még mindig működik a család, amiben egyébként két nagy fiút neveltünk fel, a nagyobbik most fog érettségizni itt az IJS-ben, a másik pedig jövőre. Úgyhogy ennek a hosszú és békés házasságnak a tapasztalatait is tudom felhasználni arra, hogy vannak olyan pillanatok, amikor tényleg érdemes engedni a végső kompromisszum vagy az eredmény érdekében, és ott fel is tudok töltődni közöttük az ő szeretetükben, meg abban a biztonságban, amit egy ilyen családi háttér adni tud.